Január 10-én kezdték el a felkészülést Mátészalkán, ahol két füves edzőpálya és két kis műfüves pálya áll a játékosok rendelkezésére. Mint Kis Tamás edző elmondta, a tréningeken a létszám folyamatosan 20 felett van. Három ifjúsági korú játékos is a felnőttekkel készül, ők egyelőre ismerkednek az első csapatnál zajló munkával. A játékos keretben nem terveznek jelentős változást, igaz, ezt az őszi szereplés nem is teszi indokoltá. Az már biztos, hogy Barta Károly tarpáról Mátészalkára tette át székhelyét. Egy minimális mozgás, már ugye télen is mondtam, hogy szeretnénk. Úgy néz ki, hogy a Tangel Lászlóval megállapodtunk, a Nyíregyházától kölcsön kapjuk. Ugye Nyíregyháza 2-ben szerepelt, pozíciót tekintve csatár, úgyhogy mindenféleképpen úgy gondolom, hogy nagy segítség, illetve maximum még esetleg egy érkező lehet. Távozókról még egyelőre nem tudok beszélni, de így ezáltal valószínű, hogy lesznek távozóink is. A Mátészalka a negyedik helyen fejezte be az őszt, azonban a nagyhalász visszalépésének köszönhetően, mivel a csapat eredményeit törölték, némileg átrendeződött a tabella. A szakember nehéz tavaszra számít. Pont az első edzésen azt mondtam a fiúknak, hogy ugye itt egy kis szerencsével, a halász visszalépésével, ugye itt a negyedik helyről a harmadik helyre felugrottunk, itt a jobb gólarányt nézve, ugye a Kemecsét megelőztük, de ugyanezt emeltem ki én is, hogy itt minden egyes tavaszra el lehet mondani, hogy sokkal-sokkal nehezebb, ugye itt a kieső csapatok megpróbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy elkerüljék a kiesést, a felső háznál pedig ott mindenki megpróbál, hogy legalább a dobogóra érjen. Alapból nagyon-nagyon éles a bajnok, hiszen azt hiszem az első, illetve a hatodik hely között hogy is van, 4 pont különbség van, úgyhogy nagyon éles a bajnokság, úgyhogy minden egyes pontnak, minden egyes büntetőnek óriási jelentősége lesz a tavaszi szezonban. Mivel a játékos keret nem változik jelentősen, a Mátészalka játékán sem változhat a szakmai stáb. Bíznak abban, hogy így is meg tudják majd ismételni őszi szereplésüket. Természetesen mindig a játékos kerethez igazítjuk a játékformánkat is, de mivel ugye nagyon nagy mozgást alapból nem terveztünk, úgyhogy maga a játék stílusunk is szeretném, hogyha megmaradna, ami ősszel volt. Ugyanazon az úton dolgozunk tovább, szeretnénk minél látványosabb futballt játszani, a közönségünket kiszolgálni, és természetesen, ha már így hozta a sors is, hogy dobogón vagyunk, akkor ezt tavasszal szeretnénk megőrizni. A Mátészalka a Hajdúböszörmény elleni 4-2-es győzelemmel kezdte a felkészülési meccsek sorát. Mellette még a Debrecen U19, a Deac 2, a Gyulaháza és a Tarpa ellen lép pályára Kis Tamás együttese. A tavaszi nyitányon február 18-án a második helyezett Kálus Eményt fogadja az MMTK.